A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. A Fehérvár TV várostörténeti műsorát látják a következőkben. A műsor szakértője most is, mint tulajdonképpen évek óta, így két hetente, Váci Márk történész, városkutató. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Egészen érdekesen alakul a műsor folyamunk, ugye sokat hallhattak a városrészekről, a városrészek kialakulásáról, jelenlegi helyzetéről. Aztán beszéltünk olyan emberekről, akik nagyon nagy szerepet játszottak a város történetében. Gondolunk itt építészekre, más területen dolgozókra, aztán eljutottunk oda, hogy foglalkozunk a fényképészekkel, hogy miért is? Azért, mert az ő fotójukon keresztül sok mindent megtudhatunk a város életéről. 1860-tól indultunk a fényképészek történetével, és tulajdonképpen most már közeledünk azért a mostani időszakhoz, de még mindig csak az 1900-as évek közepe táján járunk. Hege családról volt szó az előző műsorban, azok kedvéért, akik nem voltak velünk, idézzük fel az ők történetüket. Hege Károly volt az, aki 1903-ban Székesfehérváron született, és ő alapította meg igazából ezt a fotós dinasztiát, hiszen a Hege család évtizedeken keresztül foglalkozott fényképezéssel, ma már más tevékenységgel foglalkoznak egyébként, de hát rengeteg fénykép született az ő munkásságuk alatt. Tehát Hege Károly volt az alapító, és tulajdonképpen az ő tevékenysége volt az, ami a családon belül ezt a fényképezés iránti szeretetet egyáltalán megalapozta. Pete Gyulának a műtermében volt tanonc, egészen pontosan Pete Ilonánál, hiszen 1922-ben lett segéd, tehát ekkor már ugye Pete Gyula névadó nem élt, 1918-ban elhunyt, erről ugye jóval korábban beszéltünk már. Pete Ilona mellett dolgozott, aztán Bécsben, Berlinben járt, illetve Budapesten is dolgozott, és aztán hazatért Székesfehérvárra, és amikor önállósodott, akkor megalapította a saját műtermét, a Bank utca 6-os szám alatt, amit aztán a 30-as évektől Szent Korona utcának is neveznek. 1930-ban volt egy nagy kirakat verseny, amin egyébként elismerő oklevelet szerzett, és egy negyedik díjat is nyert, és innentől kezdve figyelt fel rá igazán a szakma. Sajnos olyan nagyon sok idő nem adatott meg számára, hiszen 1939-ben egy motorbaleset következtében elhunyt, viszont számos fotóját ismerjük, a Szent István Király Múzeum gyűjteményében is rengeteg képe található, amelyek közül ugye többet be is mutattunk. Elsősorban portrékat készített, ugye műtermi körülmények között, de természetesen csoportképekkel, illetve tablóknak az elkészítésével is foglalkozott, és a családon belül egyébként tovább hagyományozódott ennek a szakmának, hiszen tulajdonképpen ez egy szakma, de mégiscsak művészet, valamilyen szempontból ennek a szeretete. Úgyhogy többek között Hege István, valamint később Hege László is ugye az ő műtermében tanult, és ne felejtsük el, hogy az ő fia, Hege Károly fia volt az a Hege Róbert, aki egyébként a II. Világháború után, főleg a 60-as évektől kezdve a legtöbb esküvői képet készítette itt Székesfehérváron. Nagyon sok családnál ma is megtalálható, általában a falon bekeretezve. Nekem is volt szerencsém ilyennel találkozni, és hát tudtam fotózni is, olyan körülmények között, ahogy ez megtalálható volt, tehát a kerettel és az üveglappal mindennel együtt. Tehát ezeket a Hege Róbert féle fotókat azért elég nagy becsben tartják. Róla is fogunk majd természetesen beszélni, de mivel ő már egy következő generáció tagja, és inkább az 1945, még inkább az 1952-es szövetkezet alapítás utáni időknek az egyik legendás alakja, így azt gondoltam, hogy azért mindenképpen érdemes megemlítenünk még a Hegék után másokat, akikről jóval kevesebbet tudunk, és majd utána foglalkozunk természetesen Hege Róberttel is többek között.
Hamarosan mutatjuk be azokat a képeket, amelyeket mára gyűjtöttél össze, de mielőtt megtennénk, említetted, hogy volt szerencsét fotózni a falon lévő keretes képeket. Én azt hiszem, hogy itt kell ismét megköszönnünk a Fehérvár Televízió nézőinek, hogy csatlakoztak a műsor szerkesztéséhez. Ezért igazán hálásak vagyunk, hiszen most már nem először számolhatunk be arról, hogy meghívtak téged, és egy-egy családi fotót mutattak meg ezektől a kiváló fényképészektől, és ott ismerhette meg már az ő történetüket. Lesz ilyen a mai műsorban is, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük a televízió nézőknek, és továbbra is biztatjuk őket, hogy csatlakozzanak hozzánk, és hogyha van olyan családi kép, vagy az általunk bemutatott képekről van több információjuk, akkor keressenek bennünket bátran, nagy örömmel közzétesszük. És akkor kezdjük is el a képek mutatását. Hege László lesz az első, tehát akitől képet láthatunk. Egy 1934-ben készült képet mutatnak meg kollégáink, és akkor mindjárt tudunk róla mondani néhány szót. Ismert, vagyis beazonosított alakok láthatók a képeken. Hege Lászlótól már ugye mutattunk egyébként az előző adás végén is képeket. Most igazából ezt a felsorolást folytatjuk, és majd fogjuk látni, hogy egy kicsit azért a logika az megszakad, megbicsaklik, lehet ezt mondani. Ez amiatt van, hogy amikor én ezt az összeállítást elkészítettem, akkor keresett meg egy hölgy, hogy vannak nála egy másik fényképésztől, Ormai Gyulától származó fényképek, és amikor én őt a lakásán felkerestem, akkor kiderült, hogy vannak Hege László fotók is, úgyhogy ezeket a Hege Lászlóhoz kapcsolódó összeállítás végére szerkesztettem be. Ami viszont még a múltkori adásra készített anyagból maradt, az ugye az első kép, amit említettél, 1934-ben készült, Kajtár Erzsébet és a húga Ilona láthatók rajta. Az ő testvérükről, most az évszámokban nem vagyok teljesen biztos, ha jól emlékszem, akkor bátyjukról, Kajtár Lajosról már korábban két fényképet is mutattunk. Ez ugyanaz a család igazából, és ugye Kajtár Lajos kapcsán itt különböző aláírások, illetve szövegek is szerepeltek a fényképek hátulján. Sajnos még mindig nem sikerült kideríteni, az ő sorsa hogyan alakult. Az egyik fotó hátulján az szerepelt, hogy a második világháborúban eltűnt. És közben sikerült megtalálnom egy fehérvári sírhelyet, ahol jóval a második világháború után elhunyt Kajtár Lajos temettek el, tehát nem tudni, hogy a két személy az esetleg ugyanaz, és valamilyen tévedés van ebben a felírásban. Minden esetre ez még egyébként kutatástárgyát képezi. Nagyon családnak szüksége volt egy sírhelyre, ahol megemlékezhet az eltűnt. Igazából nem tudni pontosan, az is lehet, hogy a holtár nyilvánításának az ideje szerepel egyébként a síremléken. Hát a kutató azért nagyon sokszor belebotlik egyébként ilyen kérdőjelekbe, és egyébként akár fotótörténet, akár bármilyen más város történeti vagy egyéb kutatásban mindig ezek a kérdőjelek viszik előre egyébként az embert. Ezek a legizgalmasabb pontok. És akkor a szomorú történet után menjünk Jelmezbárba, hiszen onnan érkezett a következő fotó. 1935-ben készült a következő kép, Bierbauer Margitot láthatjuk egy Jelmezbáron, szintén Hege László fotója. Ugye ez a Bierbauer Margit abból a Bierbauer családból származott, amelynek a háza a Városháza szomszédságában, egészen pontosan a Városháza és a Zicsi palota között volt megtalálható, és ugye ezt az épületet bontották le 1936-37-ben, amikor a Városházának a mai tömbje kialakult. Majd az Ormai család kapcsán egyébként az ő házukról is fogunk beszélni, ami szintén egyébként ezeknek a bontásoknak esetidézőjelben áldozatául. De itt Bierbauer Margit kapcsán egyébként a fénykép hátlapját is érdemes megnéznünk. Amellett, hogy dicsérjük a jelmezét, nagyon látványos. Ugye ez is egy műtermi felvétel egyébként, azt tegyük hozzá mindjárt, tehát nem a bár helyszínen készült. Ugye egy rövid kis írás található rajta, hogy kinek is szánta maga Bierbauer Margit ezt a képet, illetve ugye ez ugyan álló kép, tehát azért nem forgattam el. A szöveg az egyébként sokkal többet mond, mint Hege Lászlónak a bélyegzője, de hát számunkra nyilván ez is érdekes, ez is fotótörténeti dokumentum. Nagyon szép írások vannak, és hál' Istennek azért az utódok is szépen írták mondjuk a neveket és az évszámokat, tehát nagyon ritka az, amikor nehéz kiolvasni, azt nem is nagyon találkoztam olyannal, ami olvashatatlan volt egyébként. Minden esetre a hölgy nem egyedül ment a bálba.
vitt magával kísérőt is, és a fénykép elkészült kettőjükről. Természetesen is. Volt egy úriember kísérő is, ugye azt látjuk, hogy egy idős férfinek a jelmezét viseli, ezzel a fehér szakállal és ugye őszhajjal, hogy ki lehetett pontosan maga a kísérő, és hogy ugye kit személyesített meg, erről igazából nem tudunk semmit. Mindenesetre volt az időszaknak humora is. De volt természetesen, tehát egy mondjuk azt, hogy udvarhölgyet láthatunk, vagy nem is tudom, minek nevezhetnénk igazából. Ugye kicsit hasonlít ezekre a velencei karneváli jelmezekre a hölgynek. Igen, a jelmeze. Igen, ez a hegyes sapka. Így van, illetve a Commedia dell'arte-nak a különböző figuráira. Ehhez képest az úriember meg ugye abszolút a polgári divatot jelenít, meg kicsit olyan, mint az idős munkácsi egyébként. Még az is lehet, hogy őt személyesítette, meg nem tudni pontosan. De örülök, hogy megnézhettük ezt a képet is, de hát csoportképpel folytatjuk. Ugye Hege Károlyról említettem, hogy előszeretettel készített a portrék mellett például családi képeket, csoportképeket. Természetesen Hege László is készített ilyet. 1935-ben a Szent István teremben készült ez a kép, és hát természetesen megint csak egy báli csoportképről van szó, hiszen mi más rendezvény lehetett volna a Szent István teremben, ha nem bál. Ezeken a csoportképeken mindig a gondos beállítást csodálom, mert tényleg nagyon gondos, és el tudom képzelni, hogy mi idő megy rá, mielőtt a kép elkészül, hogy így mindenki a helyén legyen, és látható legyen. Hát én emlékszem, amikor a mi gimnázium osztályképeink készültek 10 évvel, meg lassan 20 évvel ezelőtt. Igaz, hogy mi kamaszok voltunk, tehát minket azért nehéz volt beállítani egy komoly képre, komolytalannal sose volt probléma. Nyilván azért az ifjúság is kicsit komolytalanra vette a figurát, de azért igyekeztek kitüntetni magukat, igyekeztek megmutatni azt, hogy ők ott voltak egyáltalán ezen a bálon, és ez egy nagyon szép emlék. Tehát aki nem nézett mondjuk a kamerába, az 50 év múlva nem biztos, hogy meg tudta mutatni az unokáinak például, hogy ő ezen a bálon ott volt. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy egyáltalán látni lehessen, hiszen nagyon sokáig ugye ezek a képek nem voltak olyan formában nagyíthatók, mint ma. És abban az időben azért, hogyha felvették ezt a pószt egy darabig, abban maradni is kellett, hogy az a kép elkészülhessen. Hát sikerült, látványos nagyon színeiben is, ugye a fekete és a fehér, ahogy váltja egymást, sikerült. Viszont én már előre néztem a listán, és nagyon örülök a következő képnek. Azt futottam végig, hogy sportot még nem mutattunk ebben a sorozatban. Tehát olyan még nem volt, hogy sporttal kapcsolatos képről beszélhessünk, és láss csodát, meg eljött ez az idő is. A fotósorozatban még nem volt ilyen. Annak idején a Sóstói lőtér kapcsán mutattunk ugye egy-két képet, amikor a Leventéket képezték, de tényleg nem. Hát ez meg nem is tudom, hogy annyira sportnak számít-e igazából, hiszen ott ugye honvédelmi foglalkozás volt, ha jól mondom, lehet, hogy van erre egy jobb szakkifejezés. És sporttörténettel sem nagyon foglalkoztunk eddig, ugye ezt már megbeszéltük egy pár hónappal ezelőtt, hogy természetesen el fogunk jutni idáig mindenképpen. Ha Székesfehérvár, akkor a sportot akkor nem elengedhetetlen, ez így van. 1936-os ez a kép, és szintén az egyik nézőnktől kaptuk, nevezetesen Csitkei Istvánnak a lányától. Ugye Csitkeiről már volt szó korábban, ugye Tóth Károly készítette például az ő esküvői fotójukat, és ő az Arak birkózó szakosztályának volt egyébként az egyik vezető edzője. 1936-ban ez a kép többek között abból az alkalomból is készült, hogy Csitkei István ekkor nősült meg ebben az esztendőben, és a szakosztály tagjai ezt a csoportképet ajándékozták neki, illetve egy kis szobrocskát, meg egy plakettet is, nagyon szép volt, én láttam eredetiben a családnál. Tehát ez egy emlékfotó, nyilván emlék mindenki másnak is természetesen. Ez se lehetett egy könnyű beállítás egyébként ezt elkészíteni. És természetesen ennek a fotónak a hátlapját is meg tudjuk mutatni, hiszen többek között ez az, ami tartalmazza ugye a bélyegzőt. Láthatjuk, hogy Hege Lászlónak is egy ilyen teljesen egyszerű, letisztult bélyegzője van. Igazából a legfontosabb adatok vannak rajta. És ugye említetted, nagyon sokszor elmondjuk, hogy 1860-tól kezdjük a fehérvári fotótörténetet, hát az ottani úgynevezett verzók, tehát a fénykép hátlapok azért azok sokkal színesebbek, sokkal gazdagabbak, ugye rengeteg grafikai munka van benne, és hát gyakorlatilag az összes létező kínálkozó négyzetcentimétert reklámfelületként használják, itt pedig látjuk ezeket a teljesen egyszerű bélyegzőket. Egyébként nekem azért még mond valamit,
ez a kép, ugye azt mondtuk, hogy az Arak birkózói, és hát az Arak, hogyha a mai Alba Régi Atlétikai Klub, akkor 1936, tehát a klub már akkor létezett és működött. Sőt, már jóval korábban, most évszámot hadd ne mondjak, mert tényleg nem foglalkoztam még ezzel. A 20-as években már egyébként nagyon jó eredményeket értek el az ottani sportolók. Mindenképpen érdemes foglalkozni, hiszen évtizedeken keresztül, sőt, gyakorlatilag azóta is folyamatosan működik, és ez így volt az 50-es években is, így volt a kádári időkben, és az előző rendszerváltás óta is igazából töretlen lendülettel működik. Nyilván megváltozott formában, más szakosztályokkal, de vannak olyan neves személyiségek, akikről mindenképpen érdemes beszélni. Eljön ennek is az ideje, most viszont a képek között egy síremléket láthatunk hamarosan. Igen, erre utaltam itt előjáróban, hogy ugye egy kicsit megszakad a logikai sorrend, hiszen a vendégcsaládnak a síremlékével zártam én eredetileg ezt az összeállítást. A hosszú temetőben található egyébként a síremlék, ott a háttérben láthatjuk azt a sárga színű épületet, ez ugye a temető kápolna. Tehát ahhoz viszonylag közel található meg, ugye ezeket az épület, vagy környékeket, bocsánat, a területeket szokták a temető központi magjának nevezni, ahol ugye a kápolnához legközelebb lévő parcellák, vagy központi kereszthez legközelebb lévő parcellák vannak, és a vendégcsalád síremlékét pedig azért hoztam ide, remélhetőleg a tévénézők látják, hogy Hege Lászlónak a neve is szerepel rajta, tehát ő ebben a családi sírboltban nyugszik. Házassági rokonság révén. És akkor térjünk vissza a Hege László képeihez. És akkor itt kell megemlítenünk név szerint az egyik kedves nézőnket, Komjáti Máriát, akinek ezúton is köszönjük azokat a képeket, amiket kaptunk tőle. Előre is elnézést kérek, én ezeket telefonnal tudtam lefotózni, tehát ezek ugye magángyűjteményből, családi hagyatékból származnak, ugye nem a múzeum archívumában találhatók, ezért ugye digitális verziójuk egyébként nincsen. De nagyon hálásak vagyunk, hogy bemutathatjuk. Nagyon hálásak vagyunk érte, és remélhetőleg azért sikerült úgy reprodukálnom, hogy élvezhetőek legyenek ezek a képek. És ahogy ugye előre éleztem, én igazából nem ezekért a Hege László képekért mentem, viszont ahogy megláttam a polcon, így egyből felkeltette a figyelmemet, és akkor Mária mondta is, hogy hát nézzük meg, hogy mi van a hátulján. Ő úgy emlékszik, hogy a Hege László készített, és tényleg ő készített, úgyhogy kettő képet is be tudunk mutatni, egyébként 6 év különbséggel. Az első 1936-ban készült Komjáti Jenő látható rajta. Ő festőmázoló szobafestő volt egyébként, 1914-ben született itt Fehérváron, az édesapja pedig Komjáti Dezső asztalosmester volt, aki a 30-as években egyébként elég nagy nevet szerzett, és hát többek között a különböző címtárakban, illetve az 1938-ban kiadott ünnepi névtárban is szerepel egy meglehetősen hosszú és terjedelmes életrajzzal, a különböző kitüntetéseivel és egyebekkel. Hát az ő fia nem folytatta tovább a szakmát, ugye festő lett, de maradt iparos ember, és ahogy Mária elmondta, majd az ipartörténet kapcsán vissza fogunk térni egyébként a komjátiakra is többek között, hogy nagyon sokszor ugye az iparosok például különböző társasági alkalmakon megtáncoltatták a gyerekek a másik családnak a lányait, a lekérés is mindig úgy történt, hogy iparos iparossal táncolt, segítették egymást egyébként, még akkor is, hogyha ugyanazt a szakmát folytatták, mert hogy mindegyiknek megvolt a saját vevőköre, de ha túl sok volt a megrendelés, akkor például be lehetett segíteni, ha anyag hiány volt, akkor természetesen ugyanúgy besegítettek. Volt ezeknek a táncoknak egy kis gazdasági háttere. A táncoknak is volt gazdasági háttere, nyilván meg minden egyébnek, tehát összetartó emberek voltak, és amikor az 50-es évek elején ez az úgynevezett maszekvilág megszűnt, akkor az iparosok azért továbbra is támogatták egymást, főleg azokat, akik kiszorultak egyébként a szövetkezetekből, mert valami miatt kitették őket. De hát ez már megint csak egy későbbi történet, viszont a Komjáti család azért elég keményen átélte például az 50-es éveknek a szövetkezetesítését. Ez a 36-os fotó, ami Komjáti Jenőt ábrázolja 18 éves korában, ez a szülőknek dedikáltatott, vagy került ajánlásra. A hátlapján ezt meg is tudjuk mutatni, és ugye ott a pontos dátum is látszik egyébként, hogy mikor ajándékozta ezt a szüleinek az ifjú Komjáti Jenő. Ugye ez egy képes lapnak készült egyébként eredetileg, viszont a mérete az nem olyan nagy, tehát ez egy érdekes összefüggés.
A következő fotó szintén őt ábrázolja, és ugyancsak Hege László műtermében készült, de ez már 1942-ben. Ennek a képnek pedig az az érdekessége, majd a hátlapján fogjuk látni, hogy ezt már az akkori menyasszonyának ajánlotta, és itt Komjáti Mária pedig kihangsúlyozta, hogy igen, a szüleim 1942-ben tartották az eljegyzésüket, tehát ez már az eljegyzés előtt készült fénykép igazából az udvarlás időszakában, és aztán 1946-ban született meg Mária, a kislányuk, akiről majd egy 1948-ban készült fotósorozatot, és egy arról készült díjnyertes félig meddig festmény, félig meddig fotót fogunk bemutatni. Bízom benne, hogy meg tudjuk mutatni ezt az 1942-es képet, amely Komjáti Jenőt ábrázolja, majd utána rögtön meg fogjuk látni a hátlapot is, amelyről szó volt, de talán menjünk a történetben tovább a következő képre, ami nem Hege László? Ez már nem Hege László. Igazából, ahogy említettem, ugye majd fogjuk folytatni a történetet Hege Róberttel természetesen és másokkal. Viszont itt közben ugye eltelt nagyon sok idő. Tehát 1860-tól kezdve, vagy 61-től, most kezdjük 60-tól, ez egy kerek évszám. Mondjuk 1945-ig, 48-ig, 52-ig, ugye egészen a szövetkezet megalapításáig, ez több mint 90 év. Viszont közben voltak azért olyan fényképészek Székesfehérváron, akár volt saját műtermük itt a városban, akár nem, akár csak alkalmilag látogattak ide, akiket mindenképpen érdemes megemlíteni, vagy az ő élettörténetüket ismerjük egy-két szempontból, néhány információt például, hogy hol volt a műtermük, vagy néhány fotójuk van, ami például a Szent István Király Múzeumnak a fotógyűjteményében megtalálható. Tehát eddig ugye azért viszonylag adatgazdagon fel tudtunk vázolni bizonyos pályákat. Most olyanok jönnek, amikor tényleg csak néhány töredék információval rendelkezünk. Nos, tehát akkor Lengyel Samu. Lengyel Samuról igazából a képei datálása alapján sikerült annyit kideríteni még Horváth Júliának annak idején, hogy az 1870-es évek elején érkezhetett valamikor Székesfehérvárra, és valamikor a 90-es évek közepén szüntette meg az itteni műtermét, és igazából kettő darab fotóját ismerjük összesen. Az egyik 1870 körül, a másik pedig 1890 körül készült. Jól visszamentünk az időbe tényleg. Igen, igen, itt most igyekeztem azért nagyjából sorrendbe rakni, és visszautalni egyébként olyan műtermekre, amikről már korábban beszéltünk, de hát azokat ugye azért jóval bővebben tudtuk tárgyalni annak idején. Nos, tehát szakállas férfi pipával Lengyel Samu fotóján 1870-ből. És gyakorlatilag semmi más nem tudunk ezen kívül a fotóról, ugye, ahogy szoktam mondani, ez is egy munkacím igazából. És a következő fotó pedig 1890 körül készült. Erről annyit tudunk mindösszesen, hogy Vonya Annát, illetve két gyermekét ábrázolja. Próbáltam utánuk nézni, nem sikerült igazából találni róluk semmit, tehát ez egy 1890 körül készült kép, és ennek a hátlapját tudjuk még megmutatni, amelyen Lengyel Samunak a cégjelzése szerepel. Ugye láthatjuk a hátlapból is, hogy ez egy jóval korábbi időszak, tehát most megint csak itt a 20-as, 30-as évektől, ugye visszatértünk a századforduló előtti időkhöz, ahol látjuk, hogy azért teljesen más mondjuk ezeknek a verzóknak a kialakítása. Tehát ezek még igazi művészi munkák. Menjünk tovább, hiszen további képeink vannak. Ugye itt láttuk már a hátlapot, akkor térjünk rá Bolyi Lajosra. Csupa ismeretlen név most itt. Igen, igen, és tényleg egy-két mondatot lehet róluk összesen mondani. Ahhoz képest, hogy Lengyel Samuhoz hasonlóan Bolyi Lajos is több mint 20 éven keresztül fényképezett egyébként Fehérváron, és azt is tudjuk, hogy a Bognár utca 2-ben működött az ő műterme. Ugye ez az a műterem, ahol egyébként a Bartos Malvinnak a műterme is megtalálható volt, aztán ugye később, a legutolsó időkben pedig a Fekete Zoltánnak a Hungária fényképészeti műterme, ugye ezt bontották el az országzászló tér kialakításakor a 30-as évek közepén. De az 1890-es évektől ez már egyébként működött adatolhatóan. És akkor itt tudjuk megmutatni, Bolyi Lajostól szintén három darab fényképet ismerünk egyébként összesen. És amit talán kevésbé szoktam hangsúlyozni, de érdemes kiemelni, hogy
Én azt gondolom, hogy ha nincs Oroszlán Balázs magángyűjtő, akinek a gyűjteményét 2018-ban a Szent István Király Múzeum megvásárolta, akkor sok fotóval lenne szegényebb egyébként a székesfehérvári város történet, a fototörténeti kutatás mindenképpen, és gyakorlatilag 97 óta, amikor Horváth Júlia ezt a szakdolgozatát megírta, és aztán a fotóművészetben publikálta, egy helyben toporognánk, hiszen nem jutnánk előre. Ezek a fotók viszont segítenek ebben az előrejutásban. Közben megérkeztünk a kislányokhoz, Bolyi Lajos. Kislányok kézen fogva, 1890 körül készült ez a kép. Azt hadd mondjam el, hogy Bolyi Lajosnak a képeiről azért nem hoztam verzót, mert hogy az úgynevezett rektó oldalon, tehát az előlapon található meg a cégjelzése. Ugye a neve elvileg ugye a kézírás, stilizált kézírásával, illetve a műteremnek a címe Székesfehérvár Bognár utca 2, és ennyi az összes információ, amit ebben az időszakban ugye tudni érdemes erről. Kisebbi kislány, hogy pózol. Igen, igen, és ez egy udvari felvétel, hogy ez a műterem udvarán készülhetett, vagy a családnál, ezt ugye nem tudjuk, de az biztos, hogy nem belső felvétel egyébként. A következő képen már Csúcs Károly és Kovács Erzsébet látható. Egy esküvői portré 1900 körül készült, ugye ez még a klasszikus, amit annak idején még a sorozat elején mutogattunk nagyon sokat. Fekete Zoltántól is maradtak egyébként, az már talán annak a kornak a vége igazából, amikor ugye ezek a klasszikus beállítások asztal mögött, a férfi ül a széken, az asszony áll mellette, ismerjük nagyjából Igen. ezeket a beállításokat. Itt ugye egy fiatal házaspárt láthatunk, a házas életüknek talán az első fényképe, az első dokumentuma, amit aztán ugye rendre meg lehetett nézni, vagy a komódon, vagy elő lehetett venni az asztalfiókból, éppen összezördülés volt, hogy hát voltunk mi azért valamikor boldogok is. Nézd meg, Károly, Büszke vőlegény, és abszolút, kicsit szeppent mennyasszony. Igen, igen, igen. Hát a maguk fiatalságában ugye láthatjuk őket, bár ez egyébként nagyon sokszor fordítva is előfordul, de a műtermi képeken valahogy mégis ez így látszik. Talán az esküvői szertartás idején szokott ez megfordulni egyébként. Gondolom nem tudjuk, hogy a következő képen látható kislány hozzájuk tartozik-e? Nem tudjuk, 1910 körül készült ez a kép, és hát mivel a fénykép hátlapján nem szerepel, illetve az emlékmentés projekt, bocsánat, hogy ilyen csúnya idegen szavakat használok, idején ugye nem került feljegyzésre, hogy ki is látható a képen, sajnos csak annyit tudunk, hogy egy első áldozó kislányt ábrázol. Egy újabb műterem, amelyről beszélnünk kell pár szót, ez a Rózman műterem? Aminek a nevét tudjuk, egyetlen egy évszámot tudunk hozzá kapcsolni, és egy darab fotót, még a címe sem maradt meg. Ha nagyon utána mennénk, azért lehet, hogy előbukkanna. Nagyon érdekes egyébként, én éppen most egy szolnoki fényképészetről szóló könyvet olvasok, ami most már 20 éve jelent meg 2002-ben, és Szolnok fényképész iparát mutatja be 1856 és 2006 között. És például, amit itt a fehérvári szigetiek kapcsán elmondtam, azt ott sokkal bőségesebben el lehet olvasni, főleg Szigeti Henrik kapcsán, akinek egyetlen egy fényképét tudtuk bemutatni, és ugye az sem biztos, hogy Fehérváron készült. Az is előfordulhat, hogy Szolnokon, ugye ez a bizonyos Nógrádi Lacikát ábrázoló nagy kalapos fénykép, ugyanis Szigetinek Fehérváron és Szolnokon is volt műterme, ugyanúgy, ahogy a rokonságának is, sokkal bővebben feldolgozásra került ez egyébként Berta Ferencnek a könyvében, aki ráadásul Horváth Júliának a fehérvári anyagára is hivatkozik, de olyan fehérvári információk is vannak ebben a könyvben, amikről eddig még soha sehol nem olvastam. Tehát remélem, hogy a Rózmanékról is majd valamelyik másik város fotótörténetével kapcsolatban találkozhatunk, ugyanis sajnos, amit talán nem hangsúlyoztam még eddig először, az összes létező szakkönyv, ami fotográfiával foglalkozik, az nagyon erenyészűen említi Fehérvárt. Ott is nagyon sok egyébként a pontatlan adat. Ahhoz képest, sajnos hogy ezzel ennyi, is találkoztunk. Ennyi fotósunk volt, és nem egy a fővárosban bizony, fejezte bizony, be a munkásságát. Gondoljunk bele, hogy milyen régóta foglalkozunk ezzel a fotótörténettel, még akkor is, ha túlbeszélem ezeket a blokkokat. De hát azért, ha csak a fontos évszámokat, meg adatokat emeljük ki, már akkor is látjuk, hogy milyen gazdag volt Fehérvárnak a története. Tehát ez a fotótörténeti monográfia, ez még megírásra vár.
és hát mindenképpen az a cél, hogy ez eljusson olyan fotótörténeti kutatókhoz is, akik eddig még nem figyeltek fel a városra. Szóval remélhetőleg a Rosemanék majd felbukkannak valahol. Most minden esetre meg tudjuk nézni a családi fotót, ami 1925-ben készült a Roseman műteremben. Hát, hogy a műteremben készült-e, nagy valószínűséggel a család házának az udvarán. Inkább, csak ugye a műteremhez kötető. A Roseman műteremnek a munkája, ezt ugye ott a jobb alsó sarokban láthatjuk, hogyha rápillantunk, tehát itt is az előlapon az úgynevezett rektó oldalon került ez feltüntetésre, de azért a hátlapot is érdemes természetesen megmutatni, mert ezen is van némi információ, még ha nem is túl sok. Ugye egyrészt, hogy 1925-ben került végül is, hát nem feladásra ez a képeslap, mert ugye címzettje nincsen, hanem valószínűleg valaki kézbe adta, vagy eljuttatta valakin keresztül másnak, és egy ceruzával egy szép hosszú üzenetet rávésett azért oda az üzenet részre, amit én már elkezdtem ugyan kibagarászni, de még nem olvastam végig. Ez egy családon belüli levelezés egyébként. És váltunk. A következőben már egy másik fotósról lesz szó. Egy hangulatkép igazából. 1935-ben a Széchenyi utcáról készült egy felvétel. Székesfehérvár és Fehérvár megye fotópályázatát már emlegettük néhány alkalommal, amire például Tóth Károly is küldött be munkákat, illetve az ő kortársai, többek között a Hegélyék is, és ezen a fotópályázaton szerepelt ez a kép, amit Matolcsi József készített, és ez az egyetlen képe, ez az egyetlen fehérvári képe, amit ismerünk. Igazából azt sem sikerült eddig kideríteni, hogy egyáltalán van-e valamilyen fehérvári kötődése. Műterme nagy valószínűséggel nem volt, hiszen akkor a korban valahol ugye ezt feltüntették volna, legalább a sajtóban. Minden esetre az biztos, hogy Fehérváron ő fényképezett a 30-as évek közepén. Most ez az utca, ami abszolút nem hasonlít már erre a képre. Egy picit sem tudnám megtalálni. Talán benne. Ezért is érdemes megmutatni. Ugye ott a Széchenyi utcának a legeleje, a Vörösmarty tér sarkán, az az, ami jelentősen megváltozott ugyan, de azért még nagyjából felismerhető. Tehát ez a képnek ugye a leghátulja. Illetve az a torony, amit itt látunk, az pedig a református templomnak a tornya. Hát maga a templom küllemesen változott igazából azóta, viszont hogyha jövünk a Horváth István utca felé, illetve a túlsó oldalon meg nagyon sok változás történt, tehát az most felsorolni sem lenne érdemes. Egész máshogy néz ki, viszont a kép hátlapját is meg tudjuk nézni. Itt igazából azt látjuk, hogy ugye a múzeumnak a fotógyűjteményéből származik rajta a múzeumi pecsét, illetve az, hogy egyébként a Demeter Zsófia által készített egyik Székesfehérvár annó kötetben is publikálásra került. Ezt is ugye többször elmondtam már, hogyha a múzeum fotógyűjteményéből egy-egy fotó valamilyen publikációban, tanulmányban, önálló kötetben megjelenik, akkor természetesen ezt ugye az adattáros kolléganő felírja ceruzával, tollal, bármi egyébben ennek a képnek a hátuljára, és természetesen azért feljegyzi elektronikus formában is, hogy tudjuk követni ezeket a publikációkat. Az imént megünnepeltem a sporttal kapcsolatos fotót, és most ismét ilyenről beszélhetünk. Kaulich Rudolfnak a fotóját láthatjuk, 1937-ben készült, ő sem volt egyébként fehérvári fényképész, ő Budapestről érkezett, és 1937-38-at ő végig fotózta egyébként, tehát rendszeresen járt ide Fehérvárra, ugyanis 37-38-ban ugye elég fontos események zajlottak itt a városban. Gondoljunk az Újvárosháza felavatására, a Szent István napi országgyűlésre, a romkert felavatásra, különböző alapkőletételekre, tanügyi kiállítás, és még sorolhatnánk, ugye főleg 1938 májusban, illetve augusztusban, de a kettő között is, ugye például a 17-esek ezredünnepéről mutattunk nemrégiben fotókat, és hát 37-ben például a lövöldei sportcsarnoknak a felavatása megtörtént, ugye Molnár Tibornak a tervei alapján készült ez a csarnok. Magyarországnak egyébként az első fedett torna csarnoka volt, tehát ez nem akármi. Ugye a Lövölde kert területén volt megtalálható, a vasútállomás előtti térről készült felvételek egy némelyikén látszik, úgyhogy nagyjából lehet tudni, hogy hol is volt pontosan. A Lövölde kertnek egyébként ez a széle. Tehát ahhoz képest, hogy ugye a Lövölde kertnek a központi területe az valahol a mai Árpád utca környékén volt, ez nagyjából a mai orosz szovjet katonai temetőnek a területe, illetve a Kodály iskola bővítménye helyezkedik el ma ezen a területen. Hát ugye a vasúttal szemközti
telekről beszélünk, a vasút területét és a környékét ugye kettő alkalommal érte 1944 őszén, illetve terén egy-egy nagyobb szőnyegbombázás, és hát ezek során sajnos ez a tornacsarnok is körülbelül 7 évnyi fennállás után romba dőlt, és a romjairól pedig ugye Molnár Tibor kérésére, tehát az építészmérnök kérésére Tóth Károly készített fényképet, amikor ugye az 1945-ös fotósorozatát készítette a fehérvári romokról. Úgyhogy hát ismerjük azért fénykorából is, rendezvényekről, ismerjük, hogy hogy néztek ki a különböző homlokzatai, és ismerjük romkorából. Tehát sajnos olyan nagyon sok fényképünk nem maradt meg róla, hiszen nem adatott meg neki olyan hosszú. Gyanítom, hogy meg tudjuk nézni Kaholik Rudolf pecsétjét is, az imént mutatott hát kép hátoldalán. Hát itt a fénykép hátlapjáról is azért nyerhetünk természetesen néhány információt, még ha nem is olyan nagyon sokat. Igen, ott van Kaholik Rudolfnak a bélyegzője, ráadásul kétszer, hogy miért, azt nem tudni. És hát ugye a múzeumi pecsét is, vagy bélyegző is szerepel rajta természetesen. Ott ellátták valamilyen számmal, ez lehet, hogy Kauliknak egyébként a saját számozása volt, ezt nem tudni pontosan. Illetve maga az esemény, ugye hát itt dr. Hóman Bálint minisztert, illetve Fehérvár országgyűlési képviselőjét emeli ki a felirat, de hát természetesen számunkra az esemény az, ami igazán fontos, és az, hogy van egy olyan fényképünk, amit ez a Kaulik készített Székesfehérváron. Egy gyászjelentés lesz a következő képen látható, majd sírkeresztet is látunk. Hát sok szomorú történetet említettünk már a mostani műsorban, kezdve Hege Károlynak a korai halálától, és folytathatnánk tovább. Vas Antal 31 évet élt mindösszesen, fényképészként dolgozott itt Székesfehérváron. A családja a gyász idején a Budai út 13-as szám alatt lakott, tehát ezt tudjuk biztosan, illetve azt is, hogy Vas Antalnak két helyen volt egymás után műterme, ugyanis a Kisteleki utcában kezdte a működést 1935-ben, és 1937-ben pedig már az Olaj utcában találjuk a műtermét. Ő nagy valószínűséggel egyébként a vízivárosi, illetve a felsővárosi lakosságot szolgálta ki, igazolványképekkel és ugye családi fotókkal. Mondanám ezt, hogy valószínűsíthetően nem tudjuk igazából, egyetlen egy fényképét sem ismerjük sajnos. Tehát az ő életművéből igazából a különböző címtárakat tudjuk felsorolni, amelyekben szerepel, ugye a gyászjelentését tudjuk megmutatni, illetve a sírkeresztjét, ami a Csutora temetőben található. És sikerült még egy szerencsésebb állapotában lefotóznom két évvel ezelőtt, ma már sajnos nem így néz ki. Három fotó is van a sírkeresztről, amit hamarosan igen, kollégáim. Igen, azért hoztam, hogy meg tudjuk mutatni részleteiben. Ugye egyrészt azt láthatjuk, hogy ez az erdélyi és a felvidéki faragott fejfákra hasonlít, ezekre az úgynevezett ereszes fejfákra, ugyanis egy háromszögű kis védő, lemeztető, ami már teljesen elrozsdásodott és átjuggatta egyébként a korrózió, található a fa kereszt fölött, és ugye ezen olvashatjuk egyébként Vas Antalnak a nevét, azt, hogy mettől meddig élt, hogy fényképész volt, ezt is feltüntette, vélhetően a család kérésére a faragó, tehát ezt láthatjuk ugye itt a keresztnek a tetején, az alján pedig egy hosszú sírvers látható. És én ezt ugye évek óta mutogatom már a Csutora temetőben, és az egyik legutóbbi séta során, és megint csak bejön az ipartörténet a képbe, ugyanis Fodor Edit, Fodor Kálmán, puskaművesnek a lánya, illetve az unokája, tehát az ifjabbnak a lánya, az idősebbnek az unokája volt az, aki a tanítójelöltek lapjában az egyik évfolyamban rátalált ennek a versnek az eredetiére. Marosi László írta, az Én falum címet viseli, és hát érdemes elolvasni egyébként, szóról-szóra ugyanez került egyébként rá erre a síremlékre, és a mai napig nem sikerült egyébként megtalálni akár Marosi László, akár Vas Antal között a kapcsolatot, akár annak az okát, hogy miért is kerülhetett ez a vers ide. Tele van egyébként fájdalommal, de közben álmokról is beszél, és
nagyon, nagyon illik ide, tehát abszolút ezt a derékba tört, fiatal korában elmúlt életet jeleníti meg, és mondom, hát a fájdalom meg a szomorúság között azért az álmodozás is egy kicsit ott van. Olyan álomország jellegű, hogyha ismeri valaki a 100 fok Celsiusnak a paffa bűvös sárkányát, az is olyan kicsit boldog, kicsit szomorú, ez is egyébként ahhoz képest, hogy egy sírvers, azért mindenféle érzelmek megtalálhatók benne. Menjünk tovább, hiszen vannak még képeink, és vannak még fotósaink. Most ilyen egy-egy fotós egy-egy képpel. Igen, hát Müller Istvánnéről is igazából annyit tudunk, hogy valamikor készített képeket Székesfehérváron. 1940 körül készíthette azt a fotót, amely Radics Máriát és a családját ábrázolja, és ezen kívül semmit nem tudunk Müller Istvánnéről. A Horváth Júlia is egyébként feltüntette annak idején a felsorolásban, de évszámot sem tudott igazából hozzá kapcsolni, nem hogy műtermet. Ugye láthatjuk, hogy ez is egyébként egy kültéri felvétel, gyönyörű tuják, ha jól mondom, tuják előtt áll, illetve részben ül ez a család, és ugye ennek a képnek a hátlapját tudjuk még megmutatni. Egyébként 1940-es képről van szó, nem lehet, hogy ilyenkor már amatőr fotósok is megjelentek és hagytak hátra alkotásokat? Sok-sok amatőr fotós volt, ugye ennek az az érdekessége, hogy az úgynevezett vándorfényképészeknek a kora, az ugye a dualizmus idejére tehető, főleg az 1870-es, 80-as évekre, amikor sok helyen még nem voltak bejáratott műtermek, vagy csak egy-kettő volt, így például Szolnokot tudnám megint csak példaként felhozni. Fehérváron ugye ebben az időszakban nem nagyon találkozhatunk ilyen vándorfényképészekkel, mármint a 60-as, 70-es években. Ugye Enczmann Lászlót említettük annak idején, hogy ő volt az első fehérvári fényképész, akiről ezen kívül egyébként semmi más nem tudunk, csak hogy 1860-tól valameddig működött, és azt sem tudjuk, hogy hol volt a műterme. És ugye aztán következik Pribék, és jönnek a többiek szépen egymás után. Abból az időszakból vándorfényképészekről nem tudunk. Valószínűleg megfordultak egyébként itt Fehérváron, de előfordulhat, ahogy te is mondod, hogy 1940 körül ez a Müller Istváné egy ilyen vándorfényképészként érkezett ide a városba. De ha megnézzük a két kép hátlapját, lehet, hogy abból azért többet megtudhatunk? Hát valamennyi azért kiderül belőle, de igazából sokkal többet erről sem tudunk meg. Azt tudjuk, hogy Székesfehérváron működött egy bizonyos időszakban. De konkrét pecsétje nincs? De konkrét pecsétje nincs, ugye a feliratot azt azért látjuk, és gyakorlatilag ezen kívül semmi információnk nincsen róla, úgyhogy szintén egy nagy kérdőjel, amit ilyenkor ugye föl lehet vésni a papírnak a szélére. Azt nem mondanám, hogy egyház történeti fotót nem tudtunk bemutatni eddig, de abból sem volt túl sok, főleg nem a pappá szentelés. Igen, és ez is ráadásul egy fényképész révén, illetve egy család révén kapcsolódik ide. 1932-es felvételt láthatunk Obermayer Pál pappá szentelése után a családja körében. Ugye ő az a fiatalember, akit középen ül a széken, két oldalán pedig az édesanyja és az édesapja, mögötte pedig a négy testvére. Ennek az Obermayer családnak a vendéglője, a kocsmának is nevezték egyébként, a városháza mögötti területen volt megtalálható, a városháza és a Szent Anna kápolna között. Ez ma már ugye nincsen, elbontották, és ez a család a 30-as évek közepén Obermayerről egyébként Ormaira magyarosított. Még a kép érdekességeképpen talán annyit lehetne elmondani, hogy ott egy templom torony látszik a háttérben. Én próbáltam ezt betájolni, hát valamelyik belvárosi templom, csak hogy ne koppincson senki az orromra. Én először a Szent Imre templomra gondoltam, de lehet, hogy teljesen eltájoltam, ugyanis én nem tudom, hogy pontosan ennek a háznak az udvara az merre felé nézett. A Szent Imre templom van egyébként a legközelebb nyilván. Tehát ez az egyik legesélyesebb, de hát tényleg most ebbe nem érdemes részletesen mondani. Ha Obermayerből Ormai lett, akkor a következő képen már szintén a családhoz tartozó alakokat láthatunk. Ormai Gyula volt az a fényképész, akit egyébként itt a testvére háta mögött láthattunk, ez a zakós fiatalember, ott a kép közepén ugye a nővére mellett volt megtalálható, és ő volt az, aki a 40-es évek elejétől kezdve fényképezett itt Székesfehérváron, sőt még az 50-es évek elején is. És itt kicsit megfordítottam a sorrendet, egyrészt az évszámok miatt is, másrészt, hogy az egyik legsikerültebb munkáját hagyjuk
a bemutatásnak a végére. Tehát itt rögtön egy csoportképpel kezdünk. Öreghegyi első áldozók a címe, 1940 körül készült ez a felvétel. És hát lehet, hogy van olyan nézőnk, aki egyébként valamelyik szülőjét, vagy akár saját magát felismeri ezen a felvételen, úgyhogy mindenképpen érdemes ezt majd megnézni. A következő kép az egy műtermi portré, 1942-ben készült, Tóth Éva Ilonát ábrázolja, ma egyébként dr. Andó Péterné, vagy Andó Éva néven ismerhetjük. Az ő édesapja Tóth Pál István volt az, aki a Prohászka emlékműnek a kivitelezésében a vezető szerepet vállalta. Amikor Igari Tónival beszélgettünk a belváros kapcsán, akkor Éva neve többször is egyébként elhangzott. Ez az egyik első felvétel egyébként, ami róla készül. És ezt Ormai Gyula készítette, dokumentálhatóan, és tudunk róla mutatni még egy felvételt. Ugyanebből az időből, ez már kicsit más jellegű, de szintén 1942-es, ugye az előbb ruhában, itt már csak egy pelenkában igazából. És ugye ennek a képnek, ennek a második képnek a hátlapját is meg tudjuk mutatni, és ugye ezen láthatjuk, hogy Ormai Gyula készítette ezt a felvételt, és hogyha szabad kimondani a nevet, bár úgyis mindig elhangzik a műsor, hogy egy termék megjelenítést tartalmaz, Kodak papírra készült egyébként már ez a felvétel. 1942-ben? Korábban az úgynevezett Forte papírokat használták, amit ugye Ullmann József kapcsán is mutattunk egy ilyen tasakot, ugye Forte papíroknak volt ez a tasakja, ez pedig már a következő generációja. Hát ez a márka egyébként már jóval korábban is létezett. Még maradt néhány képünk Ormai Gyulától. 1945 körül készült ez a kép, ami egy fiatalembert ábrázol, és összesen annyit tudunk róla, hogy Bandi a szobrász címet viseli. Ezt az elnevezést kapta Ormai Gyulától, és a hátlapján is egyébként ez szerepel, tehát hogyha ha nem ezt írták volna rá, akkor nyilván nem így kerül be a gyűjteménybe sem. A következő 1945-ben készült egy fiatal hölgy, nevezetesen Horváth Katalinnak a portréja. Tehát ez már ugye a háborúnak a vége igazából. A kép minőségén is látszik. A kép minőségén is látszik, igen, meg azt nem mondom, hogy a viseleten annyira látszik, mert hát lehetne nyilván sokkal elegánsabb is a hölgy, lehetne akár sokkal puritánabb is igazából, de az egyszerűség azért az látszik minden esetre a képen. Tehát, hogy nincsen mögötte ugye ez a úgymond grandiózus nagy művészi háttér, nincs egy nagy beállítás, ez kvázi egy igazolványkép jellegű fotó. És megérkeztünk Komjáti Máriához, akiről beszéltünk a Igen, és arról a fotó az a fotó összeállításhoz, amiért én eredetileg ellátogattam hozzá, ugyanis ő megkeresett azzal, hogy Ormai Gyula annak idején készített róla egy ilyen félig meddig festményt, félig meddig fotósorozatot, és hogy mi alapján készült ez a kompozíció 1948-ban, először azt mutatjuk meg, tényleg csak így felvillantjuk ezeket a képeket. Megint csak elmondom, hogy telefonnal fotóztam. Tehát a képminőségért elnézést kérek, maguk az eredeti De képek nagyon egyébként. Aranyos egyébként. Nagyon aranyosak. 1948, Komjáti Mária 1946-ban született, ezt nekem fölvéste egy papírra, tehát ez nem titok. Ekkor volt 2 éves, amikor ezek a képek készültek róla, és az egyik fényképnek a hátlapjára egyébként mi úgy neveztük annak idején, hogy kockás füzet lapját ráragasztották, amire az édesanyja ráírta, hogy Marika 1948-ban. Tehát ugye innen is tudjuk, ő is egyébként nagyjából ekkora satszolta, tehát innen. És szemmel láthatóan élvezte egyértelműen a fényképezést. Abszolút élvezte, vannak róla egyébként babakori pucérfotók is. Mivel nem tudjuk, hogy ki készített, ezért nem tettem be a sorozatba, meg úgy gondoltam, hogy a Andó Évának a gyerekkori fotója az a mai világban már bőven elegendő egy ilyen sorozatba. Csak hogy ilyet is mutassunk. Talán van még egy képünk. És magát a kompozíciót érdemes akkor megmutatnunk. Ez megint csak szabadkoznom kell, ugye keretezett üveg mögött van, nagyon nehéz volt fényképezni, vakúzni is kellett hozzá. Maga a keret is egyébként nagyon látványos és szép. Tehát ez a kompozíció a bemutatott fényképek alapján készült. Ormai Gyula nagyította, reprodukálta ezeket a fényképeket, majd utólag színezte, és elhelyezte ezekben a kis keretekben, ilyen kis korongokként, illetve az 5. fényképből picit módosítva, a szemei jobban nyitva vannak egyébként Máriának, készített egy ilyen ülő alakot, egy teljes alakos képet,
és megcsinálta a képhez a hátteret is. 1948-ban Ormai ezt egy országos pályázatra beadta, és a reprodukciókért, a színezésért, illetve a háttérért országos első díjat nyert. Tehát ez egy 1948-as díjnyertes fotó, úgyhogy már csak ezért is érdemes egyébként bemutatnunk ebben a műsorban. És milyen szerencsés Mária, hogy szülei elvitték Ormai Gyulához, és ilyen képek maradhattak fenn. Mi pedig még egyszer hálásan köszönjük, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta, ha más nem így is, hogy már le tudta fényképezni. Hát ma végigértünk a listánkon, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Váci Mártnak a mai műsort is, és a fotókat egyaránt, és köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Folytatjuk. 2 hét múlva újra városrészek titkai. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.